Na, szevasztok! Arról szerettem volna reggel csinálni egy videót, hogy miért nem szabad kritizálni Németh Sándort. De lehet, hogy akkor ezt röviden el is mondom, tehát igazából rendkívül egyszerű. Tehát az a kérdés, ugye ez saját magammal kapcsolatban is megfogalmazódott bennem, és ugye rengeteg más emberrel is kommunikálok, akiknél lehet ezt látni, hogy van, aki már egyértelműen és úgy tűnik, hogy végérvényesen hátat fordított ennek az úgynevezett kereszténységnek, vagy akkor mondjuk így, hogy a Jézus hitnek, vagy a tanítványság iránti igénynek, mondjuk így. Vannak, akik elmentek ilyen okkultista irányba, ezoterikus irányba, voltak, akik ateisták lettek, van, aki... Tehát mindenféle fajta irányba ugye el lehet innen menni. De az a lényeg, hogy és ezek az emberek mind a hídgyülekezetén átmentek, vagy fogalmazzunk úgy, hogy a hídgyülekezete átment rajtuk, vagy ők maguk átmentek a hídgyülekezetének úgymond az emésztő csatornáján, ugye, ami úgy történik, hogy a hídgyülekezete bekapja őket, ugye, tehát ugye, mint egy ilyen mélytengeri ragadozó hal, hogy ott elizéli ezt a fény kis fénycsóvát, úgymond ott, hogy hívják, előttük, ugye azok oda mennem, oda megy a kis alakon, ha jó bekapja, stb. Szétrancsírozza, vagy igen, és akkor átmegy az ember, és akkor kiveszi belőle azt, ami neki kell, majd kidobja azt, ami nem kell. És akkor ugye a végbélnyiláson elnézést kérek, távozik az, ami már nem hasznosítható neki. És hogyha ebből még az ember össze tudja utána kaparni magát, akkor szerencséje volt ebből az állapotból. Ugye, és még az a szerencsés, aki úgy tud kiugrani az egészből, hogy tényleg csak tehát egy-két végtagját hagyja ott. Lényeg a lényeg, hogy azért, hogy mondjam, tehát azért nem szabad a Németh Sándort sehol se kritizálni, és megmondom miért nem. Tehát, hogyha te valaha voltál hites, azért nem szabad a Németh Sándort kritizálni, mert a Németh Sándor olyan, hogy te egyszer találkoztál vele, akkor őt nem szabad kritizálni, megmondom miért. Mert vagy az van, hogy te keresztény maradtál, úgymond hívő maradtál, keresztény maradtál, és akkor az életedet és az üdvösséget a Németh Sándornak köszönheted, el is már le kell vágnom a hajamat. Vagy a másik lehetőség az, hogy nem vagy keresztény, nem is vagy igazi keresztény, ezért fogd be a pofádat. Tehát ez a két lehetőség van. Tehát vagy az van, hogy az életedet, az üdvösségedet, a Jézus Krisztussal való találkozásodat, a kapcsolat, Jézus vele való kapcsolatodat Németh Sándornak köszönheted, fogd be a pofádat. Vagy pedig te nem vagy keresztény, elhagytad az Urat, megkeseredtél, föllázadtál, stb. Fogd be a pofádat. Tehát magyarul ez ilyen dolog. Tehát, hogyha bármelyikötök úgy érzi esetleg, hogy szeretnéd, hogyha tényleg egy ilyen abszolút erkölcsileg inszignifikáns némanddá szeretnél válni, akinek a szava semmit sem ér, csatlakozz a hídgyülekezetéhez, és akkor onnantól ez meg lesz oldva. Mert hogyha hídgyülekezetén belül vagy, ugye akkor azért nem szabad kritizálni Németh Sándort, mert hát ő maga úgymond a Szent Szellemnek a magyar hangja. Tehát őt, igen, ő az Istennek az embere, ő a fölkent szolgált vendég, őt nem szabad kritizálni. Hogyha kiléptél a hídgyülekezetéből, akkor ez a két lehetőség van, vagy megmaradsz kereszténynek, akkor az életedet a Németh Sándornak, üdvösségedet neki köszönheted, kussa neved. Másik lehetőség, mi van, mit ugatsz, nem is vagy keresztény. Tehát ezek a lehetőségek vannak, és mint ilyen neked nem számít az életed. Tehát, mert ugye aki nem keresztény, az úgyis megy a pokolba, az meg minek ugat bele bármibe is. Ez így működik. Jó, most csak amikor letettem ide a telefont, akkor vettem észre, hogy látszik ez a kenyér, amit itt dolgozok. Most sikerült szereznem. Én egy olyan munkakörben dolgozok, hogy néha tudok nagyon komoly mennyiségű kaját guberálni. És ez a mostani ember próbál időkben, ugye ez nem hátrány. Most nekünk ideig volt például 8 tyúkunk, most ezt kaptunk még 20 izét, aminek körülbelül a fele kakas, de a másik fele az tojótyúk lesz. Úgyhogy hát most néhányat oda tudunk másoknak is ajándékozni, mert ennyivel mi nem tudunk egy ilyen viszonylag kicsi kertben mit csinálni igazából. De az a lényeg, hogy tojással nem lesz problémánk. Viszont így egy fél zsák kenyeret, egy ilyen nem tudom hány kiló lehet. De vagy egy, mit tudom én, 15-20 kiló kenyeret most itt sikerül guberálnom. Most ugye a kenyér az nem olyas valami, ami hosszan eltartható így. Ezek már egy picit megszikkadtak, úgyhogy ezzel azt fogom csinálni, hogy fölvágom. Fölszeletelem egy részüket, és akkor
megy be a mélyhűtőbe, a másik részét azt meg kiszárítom egy ilyen szellős milyen szatyorba, ilyen juta szatyorba, igen, és akkor az meg megy be valahova, kamrába vagy ilyesmi, és akkor az, az meg majd lesz bundás kenyér belőle, hogy odáig jutunk. Na, ne csak szellemi táplálékhoz jussatok, meg frissítéshez. Egyébként vettem annak idején egy izét, nem is tudom, egy ilyen, vagy 5 kiló, hogy hívják ott búzát, ami ott figyel bent egy ilyen tároló, hogy hívják benne, egy ilyen konténerben, amiért nekem elvileg fizetnem kéne havonta, azt nem tudok most éppen konkrétan, mert most épp le vagyok égve, mert januárban megint csak alig volt melló, és februárban is. Úgyhogy ilyen időket élünk, csak tudjatok róla, tehát csak hogy nem úgy ugatok én is innen a ködös Albionból, hogy egy kolbászban van a kerítés, csak mondom, tudjatok róla, tehát ez egy ilyen valami, tehát én amikor ilyesmiről beszélek, akkor tudom, hogy miről beszélek, tehát amikor arról, hogy hogyan lehet tényleg a kaján spórolni, meg mit tudom én, továbbra is tervezem a fürjeknek a tartását, ott bele akarok próbálni, megmondom azon egyszerűknál fogva, hogy a legnagyobb veszélyt ezekben az időkben, ahogy Jézus is mondta, igazából nem a legnagyobb, de az egyik legnagyobb veszélyt az azt fogja jelenteni, hogy az emberek elárulják egymást. Tehát ezért is ugye nem szabad az összes tojásodat egy kosárba tartani. Tehát magyarul a fürjeknél nincsen az, hogy kukorékolnak ezzel, úgyhogy nekünk a kakasunkon van egy ilyen no-crow collar, tehát tettem rá lényegében egy ilyen viszonylag vastag tépőzár, amit a nyaka köré teszel úgy, hogy csak a kis ujjat férjen be mellé. Én ezt kicsit szerintem emberbaráti, kakasbaráti okokból egy kicsit túl lazára hagytam. Nem kukorékol olyan élesen, mint egyébként, de kukorékol bőszen minden reggel gondosan. Szerencsére az egyik szomszédunk az tök süket, a másik szomszédunk még nem reklamált ez ügyben. Néha adunk neki tojást, nem mintha rászorulna, meg ő is eteti a mi csirkénket, úgyhogy jóban vagyunk, hála Istennek. De igen, egyébként pedig, ami a magyar éghajlatot illeti, még annyit szeretnék mondani, meg általában, hogy ma kontinentális éghajlatra ez igaz, tehát hogyha nem a trópusokon élsz, vagy a mediterráneumban, tehát a fűtés az egy nagyon-nagyon komoly probléma. És hogyha nincsen még megoldva az, hogy úgy legyen a fűtésed, hogy akár tudsz fával tüzelni, és akkor itt megint csak a secondary combustion, tehát a másodlagos égésű, vagy hogy mondják ezt, tehát hogy nincsen olyan, ami elgázosítja a fa füstöt is, úgymond, tehát hogy sokkal kevesebb, hogy hívják, menjen ki a légbe, sokkal kevesebb füst, akkor mindenféleképpen szerez be egy ilyet, hogyha tudsz, lehet ilyet, hogyha rákeresel a YouTube-on, hogy secondary combustion, vagy secondary burn, vagy wood gasifier, DIY, tehát do it yourself, tehát ilyesmi. Tehát fogjátok látni, tehát ezt mindvégig mutatják, ha bűrös szót nem beszélsz angol, akkor is fogod pontosan látni, hogy mit csinál az űrge. Tehát érdemes ilyet beszerezni, és hogyha a tömegkályhát pedig nem akarsz, vagy valami ilyesmit, ami maga a, mit tudom én, samot, meg agyag, cserepek, meg mit tudom én, tartják a nagy meleget, stb. Ha nem akarsz ilyet csinálni, meg nem akarsz ilyet építeni, akkor ezt úgy tudod megoldani, hogy vizet melegítesz gyakorlatilag ezen föl, és akkor egy ilyen, tehát kell egy nagy víztartály, amit le tudsz takarni, a legrosszabb esetben egy pokróccal, vagy egy paplannal, valami, és amikor még hidegebb van, akkor egyszerűen lehúzod róla a pokrócot, és akkor jobban sugározza a meleget. Erre is van rengeteg nagyon jó videó, nekem is ez a tervem, 1000 dolgom van, amit meg kéne csinálni, úgyhogy csak egy ilyen érdekesség, vagy jó tanács, hogy ez egy olyas valami, nagyon érdemes ráfeküdni, tehát hogy az embernek legyen valami olyas valami. Továbbra is az a benyomásom nekem személyesen, hogy ez egy probléma, tehát az az egy helyben való lakás, az egy olyas valami, ami az ember kiszolgáltatja. Tehát nem most az, hogy egy helyben lakik, hanem az, hogyha nincs meg az a lehetőség, hogyha fogja magát, el tud menni máshová. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy azokban az időkben, amik most jönnek, az ember ne legyen feltétlenül helyhez kötve mindig. És most nem akarok visszautalni eredőzőben a Great Commission, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokát tattara-tattara. Nyilván, hogy ez az ideális, tudom, hogy ezt csak Jézus mondta, és nem pedig a német Sándor, úgyhogy ezt nem kell feltétlenül nekünk csinálni. Tehát igen, tehát sokkal jobb, hogyha minden héten kétszer elmegyünk a hídgyülekezetébe, különösen, hogyha romák vagyunk, mert most már politikailag korrekt romának is gyülekezetbe menni. Ugye nagyon hosszú időn keresztül nem nagyon volt. Színpadon megtűrtek egy-két díszcigányt, és kész, de azóta változott a helyzet.
Úgyhogy most már volt Roma konferencia is, korábban volt olyan, hát pont tegnap beszélgettem a Látó Jánossal, és ő elmondta, hogy pontosan elmondta, hogy ennek idén hogy történt ez, hogy a Sándor őt megbízta azzal, hogy csináljon egy roma gyülekezetet, mert ő nem érzi, úgyhogy a romák felé tud szolgálni, stb. 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 És elmondta a János, hogy tényleg, hogy volt a romák között egy olyan réteg, hogy azzal az neki volt kellemetlen. Hát ugye a Látó János az már sok generációs, hogy mondjam, tehát egy kultúrált ilyen családból származik, tehát nem ez a nem az a fajta cigány családból származik, aki sok embernek eszébe jut, úgymond, hanem igen, de mondta, hogy hát igen, tehát ő, tehát hogy azt mondta, hogy a Sándornak részben igaza volt ez ügyben, hogy tényleg vannak a cigányok között olyanok, akiket nem egyszerű igen, így egy gyülekezetben szocializálni, kvázi. De úgy volt ezután egy olyan, hogy szerdán valami nem tudom hány embert, valami nem tudom, több száz embert hajtottak el. A Sándor azt mondta, hogy most pedig nem, most szerdán, tehát hogy most, hogy ne engedjetek be több cigányt a gyülekezetbe, és akkor elhajtottak nem tudom hány cigány embert onnan úgy, de valami több százról, tehát mindenféleképpen száz fölött, de lehet, hogy több százról is beszélünk, el és sírva mentek el az emberek. Tehát olyanok is, akik tényleg minden szabályt betartottak, stb. 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 Tehát a Németh Sándorban lévő rasszizmus az már megmutatkozott ekkor is, tehát ő nem csak antiszemita megjegyzéseket tett korábban, amiről tudna beszélni, Pajor Tamás például, de voltak neki ilyen egyértelműen, hogy elcigányosodik a gyülekezet meg minden. Tehát ez is megdöbbent. Ugye most megnéztem újra Kenneth Copeland-es videót, amikor ugye elkapta őt ez az újságíró nő, hogy éppen szállt be a limuzinjába, és megkérdezte, hogy miért nem utazik normal commercial, tehát hogy miért nem, miért igen, tehát miért kell neki magárepülővel utazni, és hogy akkor, na mindegy. Tehát gyerekek, ez az egész történetnek arról kellene szólnia, hogy mi vagyunk hatása. Tehát emlékezzetek tényleg erre vissza, hogy Jézus tényleg megérintette a koporsót. Ugye? Tehát ő nem félt a tisztátalanságtól. Tehát Jézus volt az, aki meggyógyította a betegeket, és a halottakat föltámasztotta, és a démonizáltakat megszabadította. Nem, tehát ennek nem így kéne működni, hanem tényleg ad nekünk volna az a dolgunk, hogy kimegyünk, és mi átformáljuk úgymond a világot, nem a világot magát, hanem az embereket úgymond Jézusnak a képére. És nem pedig attól parázunk, hogy mindenféle más emberektől mindenféle nagy nyomás ránk jön, és ezért így hermetikusan elzárjuk magunkat, különösen, hogyha nagy Isten emberei vagyunk, akkor aztán végképp. Akkor aztán tényleg az, hogy csak akkor ülünk be az Isten tiszteletünk, ahol belet imádkozva, a szellemi harc, dicséret, minden, és már minden elő van melegítve, na, és akkor beülünk, és akkor nagy ezével akkor elmondjuk, hogy először is, hogy adak, fizessetek nekünk természetesen. Na mindegy, vicc ez az egész úgy, ahogy van. Most láttam, hogy a Lembocki Zsombor, hogy valamik szemelzéskérek, nagyon rossz a névem, Móriám. Igen, vele annak idején voltam a HAH-ban együtt, a Hites Adakozók Hálózatában, és föltöltött most egy videót, hogy miből kell megtérnie a Németh Sándornak, mint a többi ilyen hasonló vezetőnek, és ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm, egy nagyon jó videó volt, és ez segíteni is fog talán nekem a következő videóban, tehát nem tudom, hogy ez lesz a konkrétan a következő, de nagyon rövid időből szeretnék egy ilyet csinálni, hogy megtérüljön a Németh Sándornak, bűnbánoljon ma, független attól, hogy éppen mikor fog ő átköltözni az örök vadászmezőkre. Mi figyelmeztettük, mi megtettük, amit tudtunk, az ügyben, hogy az ő biológiai élete az tovább tartson. De csak hogy világos legyen tényleg mindenki számára, ezt megint beszélgetem egy másik emberrel, aki egy nagyon, minden egyes alkalomkor beszélek vele, egy akkora áldás, egy akkora, nem csak szellemi, de egy lelki, hogy mondjam, egy akkora bátorításra vele való beszélgetés, egy rendkívül kipróbált, egy szellemi emberről beszélünk, és ő mindig ilyen nagyon-nagyon jó visszajelzéseket ad nekem ezek a videók után, stb. És ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok ezért. És az a lényeg, hogy ő azt mondta, hogy nyilván, hogy az ember nem szereti ilyeneket így kimondani, nyilván kegyeleti okokból, meg nagy nyilvánosság előtt, stb. De abszolút egyet szeretnék érteni ezzel a megállapításával, ami így szólt, hogy amikor a Németh Sándor elköltözik a túlvilágra, az egy olyan megkönnyebbülés lesz az egész Magyarország számára, és az egész magyarországi kereszténység számára.
tényleg a Ben Hurból az a jelenet jut eszembe, amikor a Ben Hur meg a Messala ott üzenek, veszekednek egymással, és a Messala megpróbálja Ben Hurt rávenni, ahogy árulja el ugye azokat a szervezkedő, nagyon zsidó zelótákat, ugye a honfitársait, akik ugye Róma elleni, hogy hívják, szervezkedésekben részt vesznek, és akkor ugye végén mond egy ilyet a Ben Hur, hogy a Róma bukásának a napján egy olyan örömújongás lesz az egész földön. És mondom, én ezt nem kívánom. Én egy tényt állapítok meg. Ez egy helyzetértékelés. Nem kívánom. Nem szeretném azt, hogy különösen így. Én annak örülnék, megmondom őszintén személy szerint. Jó, nyilván az ember az isteni igazságszolgáltatásra szeretné látni. Tehát valaki ezt így meg is fogalmazta, hogy az lenne a legszebb és a legjobb, hogyha Németh Csándor még életé, még annyit élne, hogy meglássa azt, hogy tényleg az e világi igazságszolgáltatás szembesíti őt az mindazzal, amit tett. Nem is, hogy mindazzal, mert azzal nem is tudja. De egy legalább egy részével. Hogy szembesítsék ezzel. Tehát és hogy tényleg, hogy legyen számára még itt a Földön egy visszajelzés. Tényleg ez lenne úgymond a legjobb. És lehet, hogy még az is lehet, hogy tényleg, hogy csak akkor esne le neki itt igazából, hogy itt valami nagyon-nagyon komoly gond van. De ezt leszámítva, én ezt meg is fogalmaztam valakinek talán tegnap, hogy én jobban örülnék akkor, hogyha Németh Sándor egy ilyen az utolsó utca, utolsó házában, egy kis kulipintyóban, de az Arany utcának a legvégén a Németh Sándor az ott lakhatna valahol, és jobban örülnék ennek, és akkor találkozhatnánk ott azzal a Németh Sándorral, aki még azzal a Németh Sándorral, aki az előtt volt, hogy a Tallér Jánost elüldözte a saját házából, és még az országból is kiüldözte. Meg aki át akarta venni a mindenkitől mindenféle fajta pozíciót, meg lehetőséget, meg gyülekezeti tagokat, meg mindent. Tehát aki tényleg másoknak a kárára, meg másoknak a munkájára szerette volna rátenni a kezét, meg szeretett volna, meg megépítkezett, meg nem építkezett, hanem másokkal építetett mindent. Ez is egy kabaré volt. Én örülnék ennek. Tehát én jobban örülnék ennek, mint hogyha azt látnám, hogy a Németh Sándor a pokoli kínok között üvöltve, nem értve, hogy igazából mi történik itt, a démonokat kínozzák őt a pokolba. Én ennek őszintén megmondom, hogy nem örülnék. Azért, mert akinek van némi fogalma arról, hogy mi az, ami tényleg... Mert ugye rengeteg ilyen, hogy hívják volt, ilyen beszámoló. Tehát akik jártak odalen, és elmondják, hogy mi volt. Tehát nem, tehát és túl sok ilyen van, és túlságosan egybehangzó ahhoz, hogy ez véletlen legyen. Tehát tényleg van valami nagyon-nagyon-nagyon súlyos, úgymond ilyen kín akármi, ami az emberre vár akkor, amikor még életében nem néz szembe a saját disznóságaival, és nem kéri a teremtőnek úgymond az irgalmát, és a kiérdemeletlen és kiérdemelhetetlen kedvezését ez ügyben. De ezzel együtt ezt meg kell alapítani, sajnos, hogy technikailag ez a helyzet. Tehát, hogyha akkor, amikor a Németh Sándor úgymond átköltözik a izére, és tényleg ezt nagyon-nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom. Ez egy olyan megkönnyebbült sóhaj fog felszakadni tényleg embernek, tízezreinek a lelkéből, amikor a német meghallják a Németh Sándornak a halálhírét, hogy ilyen talán a Rákosi óta szerintem nem volt. Komolyan mondom. Mert rendben van, hogy ez nem politikai hatalomról beszélünk, de ez a politikai hatalomnál egy súlyosabb valami, mert a Németh Sándor ugye azzal fenyegette az embereket, meg azzal átkozta, meg zsarolta, meg tartotta sabban őket, hogy ha ő neki ellent mondasz, vagy hogy hídgyülekezetét elhagyott, tehát kilépsz az ő igézete, befolyása, manipulációja alól, akkor Istent hagyod el, és mindenféle fajta kár és romlás és bomlás fog téged érni. Tehát ez a... Ja, és hát nyilvánvalóan ezért, tehát a pokolba fogsz ütni végső soron természetesen. Tehát ennél súlyosabb gonosz manipuláció nem nagyon létezik. Ezt csak ezért mondom. Talán ennyit röviden. Úgyhogy összességében pedig továbbra is a nem olyan régen a Váradi Attila által megismert oldás, kötés, hatalma. Ez az, amiben nagyon erősen most érzem, hogy ezzel kell elkezdenünk élni. Tehát, hogy tényleg ott ketten vagy hárman egybevezettek, ott vagyok köztetek, az én nevemben, ott vagyok köztetek, és
bármit kértek az én nevem, ja, és hogy bármit megoldottuk a földön, mennyben is oldva, ezt bármit megköttök, ott is lesz. Tehát abszolút ebben házaspárok lehetőleg, hogyha nem házaspárok, akkor két-három jó barát, jöjjetek össze, és tényleg érdemes megnézni a váradítanak néhány ilyen videóját, a Win Worley, meg más egyéb ilyen figurák, hogy hogyan csinálják ezt, hogy meg lehet bizonyos dolgokat oldani és kötni itt a földön, és akkor majd meglátjuk, hogy ki lesz az erősebb. Ki kell kényszeríteni, és Jesu azt mondta, hogy nekem adott minden hatalom az egekben és a földön. Úgyhogy elmenvén ezért. Tehát magyarul az van, hogy itt fel kell készíteni a világot arra, hogy gyakorlatilag visszajön a messiás. Hát nem véletlen ez az UFO lelövés, és miért volt most mi, vagy nem tudom, nem olvastam, csak teljesen érintőlegesen hallottam csak. Hát ugye azért, mert Jézus Krisztus úgy fog visszajönni, úgymond a felhőkön. Tehát, igen. Tehát ugye készítik föl már ugye a világot. Vannak a jó fók, meg vannak a rossz fók, ugye, és akkor Jézus lesz a rossz fó nyilvánvalóan. Hát Illést is kikragadták el, Izrael szekerei és lovagjai, tüzes szekerek, tüzes, Elizeus körül kik vették körül a védelmezőleg a hegyet, tüzes szekerek vették körül ezért, és azért, nem, azért valahogy nem mert, nem tudott közelebb jönni, ahogy hívják. Bálámot kitartóztatta föl egy angyal, egy kivont karddal a kezében. Józsival kitalálkozott hát maga valószínűleg ez egy szintén az úr, hogy hívjáknak, és az valószínűleg maga Jesúva volt, ugye, akkor még ugye csak ugye az Isten fiú. Mert azt mondta, mert ugye nem mondta az Józsuének, hogy kelj föl, és hogy ne imádj engem. Egy kivont kard volt a kezében. Úgyhogy, tehát, hogy az igazi hatalom az nálunk van, csak ki kell kényszeríteni, és élni kell vele. Nagyon-nagyon erős a kísértés, én is rendszeresen belesek ebbe, hogy meghallgatom. Most ugye meghallgattam ezt a részét, most valaki elküldte nekem, meg másoknak ezt a Józan Parasztnak a 9 hónappal ezelőtti beszélgetését a és volt a neve, ez a edzősrác, futóedzősrác. Nagyon-nagyon érdekes, nagyon jó beszélgetés, nagyon jókat dolgokat, de hát tényleg az ember ezt így, csak így elgondolja, végighallgatja, stb., és azonnal beindul mindenféle rémkép a fejében. És nem tudom, mennyien követétek el a halálos bűnt, mint ahogy én is, hogy megnéztétek a Harry Potter, hogy hívják okat, akár csak néhányat, akár az eset, ugye ebben voltak ezek a dementorok, tehát ami abból a te félelmeidből táplálkozott, és nagyon erősen sokszor az a benyomásom, hogy létezik ilyen, hogy ugyan mindez, hogy ez ki a szakállam, hogy létezik mindenféle fajta tényleg jogos és teljesen reális veszély, úgymond. De amikor mi elkezdünk, úgymond a mi, úgymond a képzeletünk elkezd arra ráállni, hogy elkezdjük ezeket a dolgokat elképzelni, és ezekben gondolkozunk, és elkezdünk tényleg rettegni. Gondoljunk bele, hát a Bibliában ez az egyik legalapvetőbb parancs az, hogy ne félj. Tehát magyarul, hogyha ha félünk, akkor már eleve buktuk az egészet, akkor biztos, hogy nem fogunk tudni jó. Tehát nem fogunk tudni, úgymond az Istennek a jó, kedves és tökéletes akaratába belelépni. Tehát az biztos, hogy a félni azt nem szabad. És azt vettem észre én is, hogy talán ez az egyik legfontosabb dolog. Na, lehet, hogy nem is pofázok tovább, igazából ennyi talán a lényeg. Most független attól, hogy a Cromwell kicsoda volt, mert lehet, hogy még őről is kiderül, hogy akárki nem egészen az volt, akinek gondoltuk, ez nem az első ilyen ember lenne, akiről ez kiderül. Ugye, bízz Istenben és tart szárazon a puskaport. Tehát legyen az ember józan, de ne féljen. Ilyen, valahogy ez, és mindenféleképpen nagyon komolyan kell ezt venni, ezt az oldáskötésnek a hatalmát. Tehát az, hogy Jézus azt mondja, hogy nekem adatott minden átruházott hatalom az egekben és a földön. Gondoljunk ebbe bele. Tehát azt mondta, hogy nekem adatott minden átruházott hatalom a mennyen és a földön, és utána minket bízott meg azzal, hogy ezt viszont kényszerítsük, tehát ezt magyarul, ezt érvényesítsük magyarul. Tehát gyerekek, ezt nagyon-nagyon érdemes lenne ezt tanulmányozni, meg ennek az implikációt tanulmányozni, hogy mit is jelent ez, mit jelent ez a gyakorlatban. Mit jelent ez a gyakorlatban, hogy nekem adatott minden átruházott hatalom az egekben és a földön, azelőtt ez nem volt. Gondoljatok bele, azelőtt ez nem volt. Tehát Jézusnak a feltámadása előtt ez nem volt. Ez csak Jézus feltámadása után lett. Ugye? A sátán az a hazugságnak az atya, tehát a megtévesztésnek a mestere, a hamis valóságnak a mit tudom én, a kiinduló pontja. A hamis valóság látásnak, hamis valóság közvetítésnek, igen, tehát az, hogy a te fejedben mit látsz, úgymond. Tehát amikor a világra gondolsz, dolgokra gondolsz, hogy mi jelenik meg a fejedben, mi vesz körül téged.
ez, tehát mi az, mi van kivetítve úgymond az elmédnek úgymond a falára? Mint egy olyan, meghívják az ilyet, egy ilyen a csillag, ilyen izét, ahogy kivetítik, nem is tudom, hogy hívják ezeket. Most értelem, itt eszembe a szó. Ha ki vannak vetítve, úgymond a csillagok egy ilyen, ezért egy ilyen búrára, ugye belülről, középről, és akkor beülsz, és akkor tudod nézni a mindenfélét, és tehát le van modellezve, úgymond az egész égbolt, kvázi. Jó, na, köszönöm szépen, mondom akkor, ha minden jól megy, akkor majd jelentkezem egy ilyennel, és csak eléggé sok a dolgom mostanában. Most, hála Istennek, ilyen volt, hogy egy héten belül négy nap volt munkám. Ilyen nem is tudom, mikor volt utoljára. Úgyhogy nincs még minden veszve. Na, minden jót addig is.